saját halottjának tekinti a Jobbikot a Mi Hazánk mozgalom, mely mostanra politikai otthon teremtett a nemzeti radikális szavazóknak, ezért hazavárjuk őket. Parlamenti pártként is folytatjuk az utcai politizálást, legyen szó az ország legnagyobb majálisának megszervezéséről az Óbudai szigeten idén is, folytatva az egykor jobbikos hagyományt, vagy ha a szivárványos zászló leszedése szükséges, vagy ha gyászrobogó kitűzése figyelemfelhívó jelleggel. Jakab Péter egy politikai hulla, de lemondás helyett magával rántja az ellopott pártját is, melynek nem maradt szavazó tábora, valamint elvei és programja sem. A balliberális szivárvány koalíció által kinyilvánított közös program ugyanis azt jelenti, hogy a Jobbik mára nem képvisel semmilyen önálló gondolatot, ahogy Gyurcsány Ferenc korábban bejelentette, pártjaik világképe egységes. A Jobbik az SZDSZ-nél is nagyobb árulója lett a rendszerváltásnak, miután ők is összeolvadtak az MSZNP jogutódjával. Korábban a Jobbik alaptörvény módosítással ki akarta zárni Gyurcsány Ferencet a közéletből, sőt börtönbe is akarták juttatni, most pedig a Jobbik feláldozásával hozzá segítették, hogy az ellenzék vezetője lehessen. A Jobbik első alapszervezetének alapítója voltam, hadd idézek az egykor nevében is jobboldali, a jobboldali ifjúsági közösségből alakult párt alapító nyilatkozatából, mely szerint a párt elsődleges feladata a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból. Ez áll a Jobbik alapító nyilatkozatában, és hát ehhez képest a politikai prostitúció leggusztustalanabb formáit, perverzióit látjuk, amikor képesek voltak magával Gyurcsánnyal is összefeküdni a hatalom minden áron való megszerzése érdekében, de hát ez egy halálos ölelésnek bizonyult. Sokan várták, hogy a Jobbik eldöntse végre, hogy fiú-e, vagy pedig lány, de csak azt láttuk, hogy mindent és az ellenkezőjét is hajlandók képviselni. A Jobbik kiherélése után pedig Jakab Péter elnökletével a párt elvérzett. Egy szintelen, szaktalan karakterét vesztett párttá váltak. Na hát ilyen nem lesz soha a Mi Hazánk mozgalom, hiszen mi pont azokból jöttünk létre, akik ezzel a köpönyek forgatással szembeszálltak a Jobbikban. 2016-ig én is alelnök voltam, és akkor végül a párt máig egyetlen vétózott alelnök jelöltje lettem. Miután szóvá tettem, hogy a Fidesz korábbi oligarchájának, Simicska Lajosnak az államkasszából lopott pénzét tennék a Jobbik párt pénztárába. Országgyűlési képviselői mandátumomat ezután 2006-ban visszaadtam, emelt fővel távozva, és most ugyanúgy térve vissza a Mi Hazánk honatyájaként. 2014-ben az országgyűlési választáson radikális politikával még 20% feletti eredményt ért el a Jobbik, mely viszont szélkakassá válása után a 2019-es EP választáson már a bejutási küszöb közelébe sodródott 6%-os eredménnyel. Ez volt az utolsó önálló indulása, azóta önálló indulása már képtelenül Gyurcsány vagy felesége szoknyája alá bújva próbál megmaradni a szivárvány koalíció részeként, de valójában végül inkább csak a DK tagozata lehetnek. A Mi Hazánk mozgalom viszont eredményes építkezést és egy sikeres kampányt folytatva a Nemzeti Radikális Tábor gyűjtőhelye lett, stabil szavazó táborral és egy markáns programmal.